Ez a Sláger FM. Itt a 95.8 Sláger FM-en pontosan azt tesszük, amit mindenki más, vagyis hát próbálunk együtt élni a kialakult helyzettel, mert hogy más választásunk nem nagyon van. Illetve igyekszünk kihozni ebből a helyzetből a lehető legtöbbet vagy legjobbat. És erről jutott eszembe, hogy megkérdezzem Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatóját, hogy náluk mi a helyzet ezen a téren, ha már itt a példamutatásról beszélünk. Kristóf, ugye, hát az utóbbi hetek, vagy most már hónapok legfőbb üzenete, hogy maradj otthon. Na most én nap mint nap rájövök, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy van egy szép lakásom, ahol eltölthetem az időt, ahol jól érezhetem magam, ahol gyakorlatilag minden adott ahhoz, hogy átvészeljem ezt az időszakot. De mi a helyzet azokkal, akik nincsenek ilyen szerencsés helyzetben? És azért kérdezlek téged, mert ugye ti az átmeneti otthonokkal, meg egyéb formában is általában igyekeztek segíteni a hontalan embereknek. Valamennyi intézményünk az működik, még akkor is, hogyha egy picit másképp vagy nagyobb kreativitással kell most hozzáállni a segítő munkához is, ahhoz, hogy valódi segítséget tudjunk nyújtani. Vannak olyan intézményeink, ahol mondjuk fel kellett függeszteni a foglalkozásokat a gyerekeknek, de ott például a munkatársak kimennek a családokhoz, kiviszik az adományokat, akár érintkezésmentesen juttatják el a segítséget. Vannak nekünk is olyan szolgáltatásaink, amiket online-ra kellett átállítani, de a legfontosabb az az, hogy mindenhol ott vagyunk, és igyekszünk mindenhol segíteni, még akkor is, hogy egy picit most másként. Mi a helyzet az átmeneti otthonokkal? Ugye tavaly jártunk nálatok Kastélyosdombón a kollégákkal, és azért ti magatok is biztosítotok lehetőséget azoknak, akik mondjuk otthon nélkül maradtak, hogy valahol meghúzzák magukat, de most rájuk is vonatkoznak nyilván ezek a mindenféle korlátozások. Hogy viselik a bezártságot? Hát sőt, még sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak az átmeneti otthonokra, hiszen gyakorlatilag karantén szerűen működnek most ezek az intézmények, tehát se ki nem lehet menni a lakóknak, se pedig látogatót nem lehet fogadni, ami azt jelenti, hogy most már egy hónapja gyakorlatilag ezek az intézmények be vannak zárkózva, és ez azt is jelenti, hogy nekünk kell a teljes ellátásukat megoldani, ami jelenti az étkezést, a különböző higiéniai cikkeket és minden olyat, ami ahhoz kell, hogy ők részt tudjanak venni például a digitális oktatásba, és értelmesen tudják eltölteni a szabadidőt. Ugye itt azt kell látni, hogy ez mondjuk egy-egy ilyen otthonban 40 fő, tehát 8-10 család per intézmény, akiért most mi felelősek vagyunk, és ugye előbb kérdezted azokat, hogy akiknek nincsen otthona. Ugye egyrészt az átmeneti otthonokban is bizonyos szempontból olyan családok élnek, akik az otthonukat, lakhatásukat elvesztették, ezért vannak nálunk. Másrészt meg a hajléktalanokat segítő központjaink is teljes kapacitással működnek, sőt, sokkal szigorúbb előírásokat kell most betartani mondjuk egy hajléktalanokat segítő központban ahhoz, hogy megelőzzük a bajt, úgyhogy nagyon komoly küzdelem folyik a megelőzés érdekében minden hajléktalanokat segítő központban. Ami nekem még eszembe jut a tavalyi Kastélyosdombói látogatásunkról, az a gyönyörűen művelt kert, a Veteményesek, ahol ugye az önfenntartásra is tanítjátok az ott lakókat. Most ebben a helyzetben ez mondjuk más fronton is igaz? Tehát például, nem tudom, maszkok készítéséből ők kivehetik a részüket? Így van, több olyan családok átmeneti otthona is van, ahol ráálltak a maszk gyártásra. Ugye az első hetekben azért elég komoly hiány volt, még a szociális intézményekben is a megfelelő maszkokból, így aztán nagyon megbecsültünk minden egyes darabot, amit adományba kaptunk, aztán meg úgy döntöttünk, hogy akkor ráállunk a gyártásra, és vásároltunk varrógépeket, illetve voltak olyan lakók egy-egy intézményben, például akiknek kiderült, hogy van varró női képzettségük, vagy múltjuk, vannak ilyen önkénteseink, vannak ilyen munkatársaink, akik ebben ügyesek, úgyhogy igen, a megfelelő szabás mintáknak az alapján elkezdtük gyártani a maszkokat, és most már van olyan helyszín, ahol egyébként az intézményen túl még az adott településen további rászorulókat is tudunk ezzel is segíteni. Ugye látszik az, hogy itt nem rövid távra, nem hosszú távra kell készülni minden tekintetben, úgyhogy azt gondolom, hogy nincs elegendő maszk, úgyhogy folyamatosan gyártjuk őket. A hajléktalanok mellett nekem most eszembe jutott még egy meglehetősen sérülékeny csoport, a szenvedélybetegeké, akiknek az ellátása most ebben a jelen helyzetben úgy szintén azt gondolom, hogy komoly nehézségekbe ütközhet. Velük mi a helyzet? Nekik hogy tudtok segíteni? Abszolút így van, talán róluk kevesebbet hallani, vagy kevesebbet beszélünk róluk, de ezek az intézményeink sem zártak be, tehát itt is igyekszünk kapcsolatban maradni az ügyfelekkel. Aztán van olyan téma, amiről éppen napokban most elég sokat beszélünk, ez pedig a játékfüggés kérdése.
hiszen ugye van nekünk egy játékhatárokkal elnevezési programunk, ahol kifejezetten olyanokkal foglalkozunk, akiknek a játék az már több, mint játék, és valamiféle függőséget jelent. De most itt is online, illetve telefonos tanácsadással állunk a rendelkezésére mindenkinek, aki úgy érzi, hogy akár neki, akár a családtagjainak ilyen jellegű problémája van. Egyébként minden intézményünkről elmondható azt, hogy nyilván jobban előtérbe került az online eszközök használata, tehát vannak például Facebook csoportok, van olyan Facebook csoportunk, ahol több mint 500 tag van benne egy adott településen, és igyekszünk nekik tanácsokat adni, közösséget egyben tartani, informálni őket a lehetőségekről. Szóval, ha van jó oldala ennek az egésznek, akkor talán az, hogy mi is még jobban most tudjuk használni az online eszközöket, illetve azt is látjuk, hogy egyébként az adományozásban is előtérbe kerül az online. Ami mit jelent pontosan? Ugye létezik a 1353-as számotok, ami most mögötted is látszódik ott többféle formában, illetve egy nemzeti humanitárius koordinációs tanács kezdett el működni. Segíts helyre tenni, hogy akkor most pontosan mire kell figyelnünk, és hogy tudunk segíteni. Hát úgy áll összefüggésben, hogy a mögöttem látható 1353 az most nem működik, tehát most kivételesen nem fogok buzdítani senkit erre, hogy ezt írja. Mert hogyha ilyen veszélyhelyzet van, akkor a hat nagy szervezet, hat nagy olyan szervezet, akik együtt alkotják ezt a karitatív tanácsot, összefognak, és ilyenkor egyetlen egy szám működik. És ez a 1357-es, tehát itt a hetes végű szám, 1357, tehát valaki felhívja, akkor 500 forintot tud adni, és ezzel hozzájárul a nagy szervezeteknek a működéséhez, de egyébként, ha valaki úgy szeretné, akkor tudja direktbe is támogatni bármelyik szervezetet, minket a segélyszervezet.hu oldalon például, és itt megint csak nem nagy összegekre kell feltétlenül gondolni, tehát mondjuk 1000 forintból már egy ilyen átmeneti otthonban egy gyereknek a napi háromszor étkezését alapvetően le lehet fedni különböző egyszerű élelmiszerekkel, tehát hogy akár így is érdemes gondolni arra, hogy azokra is figyeljünk oda, akik tényleg tartalékok nélkül, meg eleve rosszabb helyzetben indultak. Nyilván mindenki, aki ezt az adást is nézi, valamilyen módon megsínyi ezt az egészet, ki kell, hogy lépjen a komfortzónájából. Nyilván mindenkinek más az, ami visszalépést jelent, hogy honnan, hova lép. Olyan érdekes ugye, hogy most többfelé olvasom meg, hallom azt a véleményt, hogy ennek az egész mostani helyzetnek a folyományaként majd még ügyesebben használjuk az online világot, szinte mindenre, az életünk minden területére begyűrűzik majd. Én meg pont picit az ellenkezőjét gondolom, hogy ha valamit igazán megtanulunk ebből a mostani helyzetből, az, hogy milyen fontos a személyes érintkezés, az, hogy valakinek a szemébe nézzünk, hogy szemtől szembe beszélgethessünk, hogy kezet fogjunk vele, hogy megöleljük valakit, és így tovább. Viszont erről jut eszembe, hogy van még egy utolsó kérdésem, és említetted is, hogy milyen fontos számotokra a tanácsadás. Akkor légy szíves, adjál tanácsot abban, hogy most ebben a helyzetben, amikor ugye otthon kell lenni minél többet, azok, akik családon belüli erőszak elszenvedői, áldozatai, akik most össze vannak zárva a bántalmazójukkal, ők mit tehetnek, hogy ne tetézzék a bajt? Hát először is a legfontosabb az, hogy ugyanúgy van segítség, tehát nem kell benne maradni egy ilyen helyzetben, hogyha az tartatatlan és veszélyes. Tehát a menedékházak, a krízisközpontok ugyanúgy működnek. A tanácsadási központjaink, az úgynevezett krízisambulanciák, azok átkerültek online-ra. Tehát ott is telefonon és online is adunk tanácsot jogi értelemben, milyen jogai vannak, pszichológusunk is van, szociális szakembereink vannak, tehát hogy ha valaki ebben egyedül érzi magát, akkor van egy honlapunk, amit hogyha fel tud keresni, akkor nagyon sokat tud erről a témáról olvasni. Az a cím ennek a honlapnak, hogy a szeretetnemárt.hu. És ezen a szeretetnemárt.hu oldalon ott van az összes olyan telefonszám elérhetőség, jogi útmutató, minden, amit szerintem érdemes ilyenkor átnézni. Igen, mi is számítunk egyébként arra, hogy ebben az időszakban többen lesznek olyanok, akik hozzánk fordulnak, ennek már látjuk is az első jeleit egyébként, és ezért is tartjuk fontosnak azt, hogy erről is folyamatosan kommunikáljunk, akár a saját Facebook oldalunkon, különböző kampányokon keresztül, hogy van segítség, és nem kell benne maradni ebbe a helyzetbe. Láttunk egy kis elbizonytalanodást az elején olyan szempontból, hogy amikor a vírus elindult, és ez egy veszélyhelyzet elindult, akkor talán voltak olyanok, akik azt mondták, hogy igen, nagyon rossz nekem itthon, de még mindig jobb ebbe a helyzetbe otthon maradni, mint mondjuk ebbe a bizonytalanságba kimenni az utcára, vagy elmenni otthonról. Ezért nem láttunk egy robbanásszerű változást a megkeresésekbe, de szépen lassan azért látjuk azt, hogy egyre többen jelentkeznek, és folyamatosan az összes ilyen típusú szolgáltatásunk egyébként le van terhelve.
Úgyhogy itt nagyon fontos szerintem hangsúlyozni, hogy tényleg van segítség, és ez ilyen összezártság, azt gondolom, hogy ki is hozza ezeket a helyzeteket, vagy ki élezi ezeket a helyzeteket, és nem szabad benne maradni. Segélyszervezet.hu és 1357 ezúttal. Kristóf, köszönöm szépen, hogy mindezeket megosztottad velünk. Tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy, úgyhogy dolgodra engedlek. Jó munkát kívánok, aztán remélem, hogy legközelebb még inkább csak örömhírekről beszélgetünk. Minden jót, szia! Sziasztok! Szervusztok! Ez a Sláger FM!